Időkapszulát helyeznek el, tanúszoda épül ezen a területen Bakta Lóránt házán. A kormány nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programjában 38 milliárd forintot fordít olyan beruházásokra, amelyekkel javítják a köznevelés infrastruktúráját. Iskolákat újítanak fel, tornatermek és országszerte 24 tanúszoda is épül. A tanúszodákról annyit kell tudni, hogy egy koncepciótervet készítettünk egy állami oldalról, és az összes önkormányzattal egyeztettünk, hogy ők hogyan képzelik el esetleg ennek a tervnek a továbbfejlesztését. Úgyhogy lényegében mindegyik 24 darab épül országszerte, lényegében hasonlítanak egymáshoz, majdnem ugyanolyanok, de mégsem azonosak, mert mindegyben megjelenik valamiképpen a helyi specifikum. Ebben a tanúszodában is lesz egy tanmedence, egy pici tanmedence, ahol az óvodások már tudnak gyakorlatozni, és egy másik, egy nagyobb, egy hatpályás úszómedence, és lesznek benne külön nem öltözők, alkalmas a mindennapos testnevelésre, az úszás oktatásra és emellett szabadidős tevékenységekre a helyi lakosság számára. Az úszoda működtetési költségeit az állam állja majd. Minden gyerek tanuljon meg úszni, a kormány elkötelezett amellett, hogy a kisebb településeken tanuló gyerekek számára is legyen úszásoktatás, hangzott el a fejlesztést megnyitó rendezvényen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 úszoda van, ebből 2 a én választókedvem, hogy is mondjam, Csenger, Bakta Lóránt, ház a Fehérgyarmat, és Kemecse még a másik 2, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a megye preferál van ebből a szempontból is. Az úszodát elsősorban az iskolások használhatják majd, de a helyiek is örömmel fogadják a fejlesztést. Önkormányzatunk a szükséges területet, telket biztosította, nem csak használatba, hanem állami tulajdonba is került a szükséges telek, a szükséges terület. Ezen túlmenően szervező munkát, közreműködést és egyes kiviteli elemeket, épületen kívüli kiviteli elemeket, elsősorban a közművekre gondolok itt, azt pedig önkormányzati feladatként magunkra vállaltuk. A 6x10 méteres és a 15x20 méteres medencés úszoda összköltsége 360 millió forint, a beruházás jövő év szeptemberére készül el.